Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Megkérek mindenkit, hogy a mobiltelefonját, ha még esetleg nem némította el, akkor legyen szíves, tegye meg. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Aki már hallott tőlem képzést, azt tudja. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Én nem vagyok. Én nem vagyok. Jövőre vagyok. Azt mondták, hogy Kossuth Rádió, hogy jövőre jobb lesz. Az a baj, hogy ezt már mondják, mióta az eszemet tudom. Tehát gyerekkoromtól, hogy jövőre jobb lesz. Ezt mindig ezt mondják, hogy gyerekkoromtól mondják, hogy jövőre jó lesz. Volt is azt mondta, hogy képzeld el demokrácia van. Tényleg? Szóval, de egy ilyen érdekes világban élünk, nem? Ha jobban megnézzük a világunkat, mert hát gondoljuk végig, hogy ha így megy tovább, hova jutunk? Hova jutunk? Hát nem messze. Hát ugye... Káosz az biztos, hogy nem egy pozitív. Itt, ami mondjuk a 80-90-es években lévőknek már szerintem mindegy, hogy mi lesz mondjuk 10-20 év múlva. Csak abból a szempontból nem mindegy, hogy a gyerekeikkel mi lesz, meg az unokáikkal mi lesz, nem? Vagy a dédunokáikkal mi lesz esetleg, akinek van. Szóval, de milyen világ lesz itt, hogyha minden így megy tovább? Egyébként megint néztem, megint chemtrailesztek. Nem tudom, figyeltétek-e. Ma megint chemtrailesztek. Igen, jó, egy jó ideje, nem? De ma megint. Ma megint. Nem, napközben láttam. A napközben. Tehát nem néztem egész nap, de amikor az égre fölnéztem, akkor láttam. Tehát ugye megnézitek, akkor ugye elég nagy szél volt ma, és a kondens csík az nem oszlott el. Tehát hogyha itt lent ilyen szél van, akkor gondold végig, hogy ahol a repülők mennek, az olyan 8-9 ezer méter. Tehát 8-9 kilométer magasan. Van, amelyik fölmegy 10 kilométer magasra is, és ott megy. Mi mentünk olyan géppel régen. És hát ha lent, mit tudom én, van 60 kilométeres szél, vagy 40 kilométeres szél, akkor ott fönn jóval több. Ami azt jelenti, hogy pitty-putty szét kellene fújni a kondenssíkot, ezért ugye a múltban mindig a kondenssík úgy volt, meg ha nem chemtrail az a kondenssík, akkor úgy van, hogy mit tudom én, van fönn az égen egy ekkora csík, és akkor ez, mit tudom én, egy-két percen belül el is oszlik. És akkor ahogy megy a repülő, mindig húz maga mögött egy, így lentről nézve ekkora csíkot. De most nem így volt, tehát ugye a chemtrail, megmagyarázzák, hogy nincs chemtrail, de akkor miért nem oszlik el a miért nem oszlik el a kondenssík? Tehát évtizedeken keresztül mindig az volt, és az elmúlt években pedig az van, hogy van olyan, hogy látsz olyan kondenssíkot, hogy teljesen végig keresztbe megy. És nem egy, hanem volt olyan, hogy volt 50 kondenssík, ami ott volt fönn, keszekuszán át az egész égbolton, érted, és nem oszlott szét. Jó, akkor nem volt szél, de a kondenssík akkor is szétoszlik, mert fönn mindig van szél. Tehát ott fönn nincs, hogy, tehát 8-9-10 kilométeres magasságban ott mindig fúj a szél. Tehát mindig. Tehát nincs, hogy nem fúj. Itt lenne a Földön nem fúj, főleg itt Magyarországon kevésbé, mert ugye a Kárpátokkal körül vagyunk véve, és medencében vagyunk. Ugye erre mondta a Hofi, hogy őseink bejöttek, és mert hogy szélvédett.
de benn marad a büdös is, azt mondta. Szóval, mondom, ma megint volt, ugye miért csinálják ezt? Állítólag azért csinálják, hogy ugye a levegőt, tehát egy ilyen, ez ilyen alumínium valami, ilyen alumínium por, ami ugye nagyon mérgező egyébként az alumínium, csak úgy beszívja az ember, meg bejut a szervezetébe, az nagyon mérgező. És ugye mert hogy visszaveri a fényt. Ezen a címszóval, hogy kevesebb fény jusson a földre. Ez a címszó. Így van, hogy ezzel akarnák csökkenteni a felmelegedést. De hát az egy méreg, amivel csinálják. És az leszáll. Tehát látni, hogy szépen lassan oszlik szét, de nagyon lassan oszlik szét, és utána leszáll, de érdekes, mert ugye a rendszeres megfigyeléssel a chemtrailezés után egy olyan két napon belül szokott esni az eső. Általában. Nem mindig, de általában. Tehát az esetek túlnyomó többségében a chemtrail után pár napon belül esik az eső. Tehát ami annyit jelent, hogy ugye tudjátok azt, hogy az eső csinál olyat, illetve a pára, hogy hozzátapad valamilyen anyaghoz, és akkor leesik. Esőként, így van. Így van. Tehát akkor kicsapódik. Tehát a pára, hozzá, ha van valamilyen anyag, amihez hozzá tudod fölcsapódni, főleg ha az hideg, akkor ugye hozzá, tehát összeáll avval az anyaggal, és akkor ugye akkor már nem pára, hanem esőcseppekbe lejön. Tehát ami azt jelenti, hogy az eső le is hozza, amit ott kipermeteznek, ugye a repülők. Tehát nem a kondenssíkot, hanem a chemtrailt. De bőszen tagadják egyébként, hogy chemtraileznek. De érdekes módon azt nem tagadják, hogy próbálják elérni, hogy legyen ilyen a légkörbe, ami visszaveri a fényt. Nagyon érdekes. Azt tagadják, hogy chemtraileznek, de azt nem, hogy az ilyen anyag van a légkörbe. Na mindegy. Szóval, hát úgyhogy most már nem csak az élelmiszert mérgezik, hanem a levegőt is mérgezik. Jó? A chemtraillel. Hát mondom, gondoljátok végig, milyen világunk lesz? Milyen világunk lesz, hogyha az emberek nem tesznek ugyanúgy semmit, mint eddig? Mert eddig nem tettek semmit. Ez a meleg, ez azt gondolják az emberek, hogy majd valahogy megoldódik, úgy magától kérdezem, mi oldódott meg az életben? Mondjatok egy dolgot, ami magától megoldódott. Tehát magától semmi nem oldódik meg, jó? Hanem az embernek kell azért valamit tenni, hogy megoldódjon. De hát itt ugye nem az a megoldás, hogy mint amit csinálnak. Tehát most ugye van nekünk 10 életterületünk, mint embereknek, és akkor most az éppen az egyikkel foglalkozunk, az a környezetünk. Itt van ez a 8-as pont. Tehát ugye egy természetes jelenség a felmelegedés. És miért természetes jelenség? Tehát ugye két dologból tud melegedni a levegő. Hát abból, hogy a nap erősebben süt. Ugye az lehet attól, hogy ugye
merőlegesebben süt a földre, ugye ez a természetes, de ugye attól is melegszik a nap, hogyha nagyobb a napkitörés. Tehát nagyobbak és több a napkitörés. És akkor ugye több a sugárzása a napnak, több hőt bocsát ki, több fényt is bocsát ki, több egyéb sugárzást bocsát ki. És ugye ez melegen, tehát melegíti a bolygót. Egyébként azt mondják kutatók, hogy intenzívebb a napnak a kitörései, mint az elmúlt években. És hogy ezért melegszik a levegő. De van egy másik dolog, ugye, tehát a nap, ha erősebben süt, akkor melegebb a levegő. Melegebb a Földnek a légköre. A másik, hogyha tisztább a levegő, akkor ugye könnyebben át megy a sugárzás, a napsugárzás. Tehát ugye gondoljátok végig, amikor volt az utolsó jégkorszak, akkor azért volt jégkorszak, mert becsapódott egy nagy meteor egy szárazföldre, és akkor óriási mértékű, Évi, fogd meg. Jó. Egy óriási mértékű por került fel a felső légkörbe. Tehát azáltal, hogy becsapódott ez a nagy meteor, rengeteg por került fel a felső légkörbe, ami megszűrte a napot. Mondhatjuk azt, hogy elsötétedett szépen fokozatosan a Föld, ahol ugye volt ez a meteor becsapódás, ott ugye gyorsabban, tehát ott hamarabb elsötétedett. A bolygó másik felén, hogy nyilván valamennyi idő kellett hozzá, de ugye ott akkora lökés hullám volt, amikor becsapódott ez a meteor, hogy viszonylag gyorsan eljutott a Föld, akár túlsó pontjára is a por. Na most, a por miatt ugye a napnak meg lett szűrve a napsugarak, és ugye az északi féltekén egészen tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egész Dél-Európáig lefagyott az egész északi rész, meg a déli rész is természetesen körülbelül ugyanilyen arányban, és ahol az égtájváltozások voltak, az közvetlen az egyenlítő és attól nem távolabbi terület, nem sokkal távolabbi terület. Tehát mondhatjuk azt, hogy a baktérítő és a ráktérítő között lehetett igazából termelni, de ez tényleg így volt, tehát most ez nem mese. Jó, és a fölött jég, az alatt jég. Jó? Tehát, de ugye rengeteg millió, vagy milliárd köbméter por ment föl, és ezt de a felső légkörbe, és ez hosszú évezredek alatt szépen leszáll. Hát ezért van az, hogy ugye mi Európában jártunk sok helyen, olyan helyeken, mi olyan szeretem a romokat, és most gondoljátok végig például Rómában, elmész, és így van egy földszint, és alatta 2-3 emelettel volt a földszint. Ott volt a földszint. Ami azt jelenti, hogy azóta, tehát a római korban 2-3 emelettel lejjebb volt a földszint. Azóta, gondoljátok végig, 5-6 méter por szállt le. Érted? 5-6 méter por szállt le. Mindenhova a bolygón. Mindenhova. És ez mindenhol így van. Tehát mindenhol.
Tehát nem csak Olaszországban, hanem máshol is. És ugye ez úgy működik, hogy minél kevesebb van a légkörben, kevesebb por, nyilván annál kevesebb a szűrés, és annál melegebb van a bolygón. Mert ugye annál inkább tud szüretlenül jönni a napsugárzás. Jó, és tehát ezt megnézed, egy természetes folyamat. Tehát ezt a Földön mindig úgy oldották meg, tényleg, hogy az istenek fogták, aztán leküldtek egy meteort, vagy valamit, és nem vicc. És akkor megoldódott ez a kérdés. Jó? Jó, ez biztos, hogy az emberiség egy része akkor kipusztult, egy jó része. Jó, tehát lehetett bizonyos területeken újraindítani emberiséget majd, de ez így működött. Szóval, az emberek ugye úgy gondolják, hogy ez nem így van, minden természetes módon működik, legalábbis itt a nyugati társadalomban azt gondolják, hogy minden természetes módon működik, ami azt jelenti, hogy nem csinálnak ilyeneket, hogy leküldenek mondjuk egy meteort, hogy megváltoztassák az éghajlatot, mert ettől simán megváltozik. Tehát, hogyha az óceánban megy a meteor, akkor meg vízözön. Oké? Méghozzá olyan vízözön tud lenni. Ha ilyen meteor, ilyen mértékű meteor csapódik az óceánba, hogy akkor ellep minden, csak a nagyon magas hegyeket nem. És akkor így, nem tudom, hallottatok-e ilyenről már, hogy vízözön? És hogy a vízözön pusztította ki az emberiséget? És csak a nagyon magas hegyek maradtak, nem, tehát a víz felett, hát azok bújtak ki a vízből, ami volt, és nyilván idő, mire visszavonul az óceánba az a hatalmas vízmennyiség. Tehát azért gondoljátok végig, hogy az óceánban vannak olyan mélységek, hogy 10 km például a Marianna árok, az 10 km mély. Tehát, 11.034. Tehát gyakorlatilag a hogy hívják ott, a Mount Everest, ugye a Himalájában a Mount Everest, az bele lehet lerakni. Bőven. Elkottyanna benne. Szóval, tehát azt gondoljátok, hogy ezek véletlenül történnek, nincs véletlen. Tehát amikor ilyen dolgokat csinált, tehát volt a Földön, akkor azt csinálták. Tehát amikor vízözön volt, azt csinálták. Amikor ugye tűzözön volt abból, hogy becsapódott egy szárazföldre egy meteor, azt is csinálták. Tehát a fentieknek van olyan technikájuk, hogy tudnak küldeni meteort, vagy tudják a meteort eltéríteni a Földtől. Érted? Amelyik olyan meteor, ami nem kívánatos, hogy becsapódjon. Egy nagyobb darab. Tehát a mi technikánk, a mi földi technikánk az ő technikájukhoz képest, tehát úgy számold, tehát minimum úgy számold, hogy mondjuk ők 10.000 évvel fejlettebbek. Érted? Tehát a mi mostani technikánkhoz képest, mondjuk mi olyan ezzel a fejlődési tempóval, amivel fejlődünk, majd 10.000 év múlva leszünk olyan fejlettek, mint ők most. Érted? Tehát gondold végig, ami azt jelenti, hogy a mi technikánk, ami fejlődik, az igazából 400 éve fejlődik. Tehát mikortól? Az ipari kortól, az meg 1640. Jó, és tehát gyakorlatilag 400 éve fejlődünk, tehát mi nekünk van egy 400 éves fejlődésünk, na ahhoz képest gondold végig, hogy a 10.000-ben hányszor van meg a 400, jó,
És egyébként a fejlődés, ha megnézed, exponenciális, hiszen az elmúlt mondjuk 5 évben a technika fejlődött annyit, mint 400 éve. Érted? Az elmúlt 5 évben. Mint előtte 400 éven keresztül. Tehát most így képzeljétek el akkor a technikai fejlettséget. De ez egyébként ez is tény, hogy olyan mértékben fejlődött az elmúlt 5 évben, mint mondjuk előtte 400 évben. Ez is hihetetlennek tűnik, pedig ez így van. Tehát az a fejlődés, ami volt mondjuk előttünk 5 évvel, az ahhoz képest lassú, ahova gyorsul a fejlődés. Na és akkor így képzeljétek el a 10 000 éves fejlettséget. Jó? És ugye tudjuk, hogy az összes találmányt azt küldték. Hát nem az ember, tehát az összes, hát most gondold végig, az ember azt mondja, hogy körülbelül 4500 évvel ezelőtt kezdte el használni a tüzet. És itt van ugye az emberiség olyan 7000 éves, 4500 évvel ezelőtt úgy használták, hogy megtanították nekik a tűz használatát. Érted? Maguktól nem jöttek rá, mert féltek a tűztől. Hát azért van benne, a nyelvünkben benne is maradt, mint ősi nyelvben, hogy fél, mint a tűztől. Hát ott van benne. És hát ugye ez a világunk, tehát azt gondolja az átlagember, hogy tehát ugye kétféle gondolat van ebben a kapcsolatban. Az egyik az átlagember gondolata, aki azt gondolja, hogy minden tőlünk függ, és van, ugye vannak olyan emberek, ők a kisebbség itt a nyugati világban, a spirituálisok, de a világban egyébként, akik spirituális gondolkodásúak, azok többen vannak, mint akik nem. Tehát a világban, a világunkban, a Földön. Hát gondoljátok végig, csak a nyugati világban nevelték ki az emberekből a spirituális gondolkodást. Hát ugye mit értünk azon, hogy a nem kézzel fogható dolgok. Jó, tehát ami szellemlényekhez kapcsolódnak, amik energiákhoz kapcsolódnak. Jó? Tehát ide tartozik a spirituális gondolkodás. Tehát a Föld nagy része még mindig spirituális gondolkodású, és nem anyagi gondolkodású. Tehát elsősorban. Csak az a baj, hogy a spirituális gondolkodást azt nem... Tehát nem fejlesztik tovább. Nem fejlesztik tovább. Hát megmaradnak azon a szinten, hogy vannak. Van az Isten, vagy vannak istenek. Egyes szám, vagy többes szám ebből a szempontból mindegy. És gyakorlatilag tőlük függ minden. Nem hiszed? Van nekünk egy csoportunk, tudjátok, a tudatosan gondolkodók, azt mondja, 35 év feletti tudatosan gondolkodok, vagy mit tudom én, valami ilyesmi csoportunk, amiben ilyen 120-valahány ezeren vannak. És rendszeresen törlöm az ilyen megnyilvánulásokat, ami a valláshoz kötődik. Tehát egyre több van érdekes módon, ki fogom tiltani azokat az embereket. Mert ugye az az oldalnak vallássemlegesnek, politika és vallássemlegesnek kéne lenni. És ugye hát keresztény megnyilvánulások vannak, és ebben a megnyilvánulásokban, nem tudom, szoktátok-e figyelni, folyamatosan az van, hogy Jézus, meg Isten, meg Amen, meg stb. Stb. Érted? Tehát, hogy érints meg a, mit tudom én, azt a képernyőt ott, és akkor megjavul az életed, érted? Tehát gyakorlatilag
ugye a spirituálisak, tehát a vallásosak alapvetően, tehát a, inkább úgy mondom, hogy nagyon vallásosak, tehát a nagyon vallásosak, spirituálisak, és a világ nagy része az nagyon vallásos. Jó? Tehát nagyon vallásos. Tehát a nyugati világ az nincs egy milliárd ember. Az nincs egy milliárd ember. És van 8 milliárd ember a Földön. Tehát van 7 milliárd ember, amelynek a jó része, a nagyobbik fele, az vallásos. Érted? A nyugati világban anyag imádat van. Nem Isten imádat, hanem anyag. Pénz imádat. Oké? A nyugati világban. Tehát a nyugati világban az embereknek a pénz az Istenük. Tehát a legtöbb embernek a pénz az Isten, most idézőjelben Isten szó. Na most a nem nyugati világban, pedig a vallások miatt, ugye van egy spirituális működés. Tehát nyilván ez változóval van, mert ahol elkezdték a demokráciát bevezetni, ott, és már nem vallási vezetők vannak, ott természetesen próbálják elérni, hogy az embereknek ugyanúgy, mint nyugaton, átforduljon a gondolkodása. És ne spirituálisak legyenek, hanem pénzközpontúak. Tehát a pénz legyen a vallásuk. De akkor is, ha ezeket figyelembe vesszük, a Földön a spirituálisan gondolkodók többen vannak, mint a nem spirituálisan gondolkodó. Na most, tehát akkor ugye ezt azért mondtam el, hogy tiszta és világos legyen, hogy kétféle gondolkodás van. Az egyik, hogy minden tőlünk függ, emberektől. A másikféle gondolkodás pedig az, hogy minden az Istentől függ. Vagy az Istenektől függ. Jó? És egyik sem igaz. Mert ez egy vegyes. Tehát tőlünk is függnek dolgok, de tőlük is függnek dolgok. Jó? Tehát ez teljesen vegyes. Na most, mi emberek kísérleti céllal vagyunk itt. Tehát, ha megnézed az iskolákat, tehát régen nem voltak iskolák, tehát ne évezredekre menjünk vissza, hanem mondjuk vegyük arra a korra, mondjuk 1600-as, 1700-as évek, nem voltak iskolák. Nem voltak. Tehát, ha megnézed, az iskola az egy kísérlet arra, hogy az embereket olyanná neveljék, amelyen akarják. Tehát a gyerekeket. Tehát az egy kísérlet. Tehát az iskola egy kísérlet. Érted? Tehát, ha jobban megnézed, az kísérlet arra, hogy mit tudom én, megtanuljanak olvasni, írni, számolni, egyéb dolgokra. Kísérlet arra, hogy egy olyan szociális neveltetést kapjanak, ahol ugye mondva csinált szociális működésük lesz majd a gyerekeknek. Tehát gyakorlatilag egy kísérlet. Tehát maga az iskola az nem része a társadalomnak. Miért nem része? Hát nagyon egyszerű. Mert régen a nagyszülők tanították a gyerekeket. Érted? És a nagyszülők arra tanították a gyerekeket, amire akarták. És ha a nagyszülő tudott írni, olvasni, számolni, akkor arra is tanította. Világos? Miért a nagyszülők tanították? Mert azoknak volt idejük. Ilyen egyszerű. Mert már fizikailag nem bírták a fizikai munkát, ezért mit csináltak? A tanításhoz nem kell fizikai munka. De mivel az idősek sokkal többet tudtak már, mint a fiatalok, hát nyilván ezáltal sokkal stabilabb tudást tudtak átadni a gyerekeiknek, illetve unokáiknak. Világos ez? És ez így működött. Három generációs családok voltak. Ha azt gondolod, hogy nem így volt, akkor menj el Olaszországba, nézz körül, és
a lakóházak, tehát a magán lakóházak nagy része háromszintes. Ami azt jelenti, hogy úgy éltek az olaszok, hogy alul éltek az öregek, egyre följebb a középkorúak, fent a fiatalok. Amikor az öregek kihaltak, és jött az új generáció, akkor jöttek lejjebb a középkorúak, mert ők lettek az öregek, és a fiatalok laktak fönn. És ez így forgott. Mindenütt három generációs család volt. Oké, mi sokat jártunk Olaszországba időnként, tehát évente most is megyünk. És ugye ezt elmagyarázták, hogy ez így működik. Tehát így működött. Tehát gondold végig, Magyarországon is három generációs családok éltek. Amikor én még gyerek voltam, akkor még három generációs családok éltek. Városokban nem, vidéken. Oké? Ami azt jelenti, hogy ha három generációs család élt, tökéletesen működhetett az a fajta működés, amit elmondtam, hogy a szülők taníthatták volna a gyerekeiket, csak akkor már kötelező oktatás volt. Ugye a háború előtt nem volt kötelező oktatás Magyarországon. Nem volt. Még a háború után is egy darabig nem volt kötelező oktatás Magyarországon. Ami azt jelenti, hogy mondok példát, anyósom járt iskolába, de ha mondjuk volt egy zsidó család a faluban, és ők szombaton sose dolgoztak. Oké? És hát szombaton másnak kellett elvégezni a mindenféle munkát a zsidó családnál. Ezért fölbérelt gyerekeket, és minden szombaton a nem zsidó gyerekek, az egy része ott dolgozott a zsidó családnál. Világos ez? Mert ugye náluk a szombat az egy olyan munkanap a vallásos zsidóknál, egy olyan nem munkanap, egy olyan nap, ahol nincs munka, de még annyi, hogy egy szelet kenyeret szeljen. Még annyit sem csinálhatnak. Érted, hogy egy szelet kenyeret szeljen. Tehát ami azt jelenti, ha enni akartak, akkor fölbéreltek a faluból gyerekeket, és azok csináltak meg szombaton mindent. Érted? És szombaton is volt oktatás, de nem mentek szombaton sose iskolába. Érted? És ha aratni kellett, nem mentek iskolába. Ha, mit tudom én, szántani kellett, nem mentek iskolába. Vetni kellett, nem mentek iskolába. Tehát nem volt kötelező iskola, ugye még a háború előtt, hát ugye anyosom háború előtt járt iskolába, nem volt kötelező oktatás, tehát nem volt kötelező iskolába járás. Ezt csak azért mondom, hogy ha valaki azt gondolja, hogy az iskola az nem egy kísérlet, akkor óriási tévedésben van. Na most miért mondom, hogy az iskola egy kísérlet? Azért, mert a Föld az egy iskola a lelkünknek. Oké? Ezért vagyunk itt. Tehát a lelkünk lejött iskolába. Érted? De egy különbség van az iskola és a földi létünkben az iskolák között, hogy onnan akármilyen idős a lélek, jöhet ide tanulni. Érted? Tehát nem csak egykorú lelkek jöhetnek tanulni, hanem a lélek szempontjából tök mindegy, hogy 10 milliárd éves, vagy 2 millió éves, érted? Jöhet le tanulni. Tehát ha le akar jönni, és ezt egyezteti ugye a teremtőjével, akkor jöhet le. De ott nem teremtőről beszélünk, hanem mondhatjuk azt, hogy a hierarchiában fölött állóval egyeztetett, és akkor jön le tanulni. De, tehát ha te azt gondolod, hogy mit tudom én, te ide a Földre született a lelked,
akkor te nagyon tudatlan vagy. Nagyon tudatlan. Senki nem született, senkinek a lelke nem született ide a Földre. Tehát mindenki egy magasabb rendű létformából jött le ide. És méghozzá magasabb rendű létforma az minimum angyali létforma. Jött le ide a lelke. Hát ezért nem kell félni például a haláltól, mert a lelked az halhatatlan. És a lelked az egy következő életbe fog újra születni. Oké? Nem akármilyen életben, mint amit hülyeséget tanítanak mondjuk a buddhisták, hogy majd esetleg kőnek születsz, vagy mit tudom, egy békának, békában lesz a lelked. Ez egy baromság. Érted? Ilyet Buddha soha életben nem mondott. Torzították. Hát ebben is lehet manipulálni az embereket. Hát az emberi lélek, tehát az ember lelke, az egy isteni lélek, és az isteni lelkek azok nem születnek kőnek, nem születnek növénynek, nem születnek állatnak. Jó? Tehát azért ugye nem tudna a legtöbb ember kilépni a testéből, bár éjszaka szoktatok kilépni a testetekből, mikor alszotok. Nagyon sok ember ugye megcsinálja azt, hogy kilép a testéből. Tehát ezért szoktál úgy látni dolgokat és éjszaka, hogy látod esetleg magadat éjszaka. Jó? Tehát mi emberek azért hívnak minket embereknek, mert van egy kísérletezett test, egy kikísérletezett testünk, amiben van rendesen állat, tehát ilyen fejlettebb, mint a majom, a most ismert majmoknál jóval fejlettebb. Volt az egyik alanya kísérletre, ami már nincs. Oké? És ugye a fent használt testeknek a kutyuléka vagyunk. Hát a fent használt testeknek. De mivel szőrösek vagyunk, ezért nagyobb mértékben ez a felsőbb rendű majom, tehát volt az a nagyobb mértékben a testünknek az őse. Tehát a testünknek az őse. Tehát ugye a testünket az több élőlényből rakták össze. Például hüllőgénünk is van. Tehát hüllőgénünk. Körülbelül egy ilyen 4-5%-os mértékben. Hüllő. Hát ezért van az, hogy hámlunk. És egyes emberek, megnézed ilyen, mikor betegek lesznek, ugye hogy hívják azt? Pikkelysömör, így van. Akkor még ilyen pikkelyszerűvé válik a bőrük. Pikkelyes. Jó? És mikor pár napos a magzat, nem is tudom, vagy pár hetes a magzat, akkor tök úgy néz ki, mint egy hüllő. Van farka. Szóval, lényeg az, hogy mondom, több élőlényből raktak össze, de nem csak földi élőlényeket nézzetek, mert nem. Már azok a földi élőlények, amikből összeraktak, azok már nincsenek, tehát nem létezők. Jó? És fenti élőlényekből is raktak össze. Jó? De egy kis mértékben csak. És ugye miért? Hát most gondold végig, neked meg tudom mutatni, csak nem gondoltam, hogy ez a téma elő fog kerülni, hogy olyan emberek, például akit te ismersz, hogy Ádám, például olyan, hogy Matuzsálem, akkor olyan, hogy Nimród, stb. Hogy hány száz évig éltek. Tehát hozzánk képest sokkal több hosszabb életet éltek.
Hát sokkal hosszabb élete. És ugye addig kísérleteztek velünk, amíg nem értük el ezt a kb. 40-valahány évet, mert régen megnézed, egy 40-valahány éves ember az már öreg volt. És akkor most meg azzal kísérleteznek, hogy nőjön az élettartamunk. Tehát most az elmúlt 100 évben az emberiségnek megnőtt jócskán az élettartama. Tehát ami azt jelenti, hogy egy kísérletben veszünk részt. Tehát ha te azt gondolod, hogy a Föld az nem egy kísérleti telep, akkor te óriási tévedésben élsz. De a legfontosabb kísérleti része maga a fejlődés. Tehát a fejlődés, nem a test fejlesztése, fejlődése. Tehát ha megnézed, nem csak ilyen formában változott a testünk, hanem magasodott. Hát sokkal magasabb a mai ember, mint akár 40 évvel ezelőtt, érted? Átlagosan. Sokkal magasabb. Érted? Tehát az elmúlt 100 évben a magasság, az átlag magasság is nőtt. Tehát mondom, kísérleteznek. Kísérleteznek. Az emberek erről nem tudnak, mert nem kötik az orrukra azok se, akik erről tudnak. Jó, de hát akik csinálják ezt, ugye az istenek, azok meg aztán végképp nem kötik az orrukra. Jó, szóval lényeg, hogy kétféle gondolkodás van. Az egyik szerint ugye minden az embertől függ, a másik szerint pedig minden az Istentől. Na most ez mind a kettő, ha így külön vesszük, ez egy helytelen gondolkodás. Miért? Tehát mi egy kísérletben veszünk részt, és minden kísérlet, amit az értelmes emberek élőlényekkel gyakorolnak, tehát élőlényekkel, annak az alapja az, hogy az az élőlény túl fog-e élni, vagy sem. Tehát minden kísérlet alapja. Gondoljátok végig, azt mondja, hogy a 80-as években hozták létre az első olyan állatot, ami klónozott. Egy bárány volt, így van. Tehát egy birkát. És éppen tegnap volt valami hírben, hogy most egy lovat klónoztak, ami azt jelenti, hogy már felnőtt a ló. Tehát, ha megnézed, az ilyen kísérletekben is egy alapfeltétel, hogy túléle az az állat. Vagy csak megszületik, aztán megdöglik pár hét vagy pár hónap után. Érted? Tehát túlél. Tehát minden élőlénnyel való kísérletnél, ugye ott vannak a növények is. A növényeket is tudod, hogy kísérleteznek velük, mindenféle, hogy is szokták ezt mondani, tehát az alapnövényekből már egész más növények vannak. Tehát például olyan növény, hogy kopasz varacki, nem létező volt. Nem volt. Tehát kísérleteznek velük, de megint alapfeltétel, hogy egy növény az túl fog-e élni. Tehát attól, hogy kikísérleteznek valamit, ha a növény elpusztul, akkor a kísérlet az kudarcot vallott. Világos? És minden élőlény, tehát az értelmes lények mindig úgy kísérleteznek az élőlényekkel, az mindegy, hogy milyen élőlény, hogy az az alapja, hogy túl fogja-e azt élni. Érted? És ugyanez a kérdés az emberiségnél. Az emberiség túl fogja ezt azt élni. Ugyanez. És ha egy kikísérletezett faj nem él túl, akkor arra nincs szükség. Érted? Most tök mindegy, hogy mi miatt nem él túl, hogy külső hatásra nem él túl,
mert nincs elég védekező mechanizmusa, vagy belülről nem él túl, teljesen mindegy. Tehát a növénynél is, ha kikísérleteznek egy növény, tök mindegy, hogy a külvilág hatására nem él túl, vagy pedig belülről pusztul el, tök mindegy. Nem él túl, ez a lényeg. Tehát itt az emberiségnél is ugyanez a helyzet, hogy az emberiség túl fog élni. Ez a helyzet. Ez a kérdés, ez a fő kérdés. Ez az emberiség túléle. És egy másik kérdés, hogy tehát gondold végig, akik a kísérletet folytatják, azok hozzánk képest iszonyú mennyiségű tudással rendelkeznek. Olyan téren, hogy van tapasztalat arra vonatkozóan, hogy minek mi lesz a következménye. Tehát ugye ez a különbség egyébként az átlag emberek és köztem, hogy én tudom, minek mi lesz a következménye, te meg átlagemberként nem tudod. És ez nem leértékelés, hanem ez sajnos tény. Vagy hála Istennek, hogy én tudom. Oké? Na most, de a fentiek sokkal jobban tudják, hogy minek mi lesz a következménye, mint én. Hiszen itt a Földön nem nagyon szokott olyan történni, ami a világegyetemben még nem fordult elő. Oké? Okay. Ezáltal, amikor például egy ember, mint például én megtapasztalok valamit, hogy minek, tehát hogy mi történik, és rá tudok jönni arra, hogy annak mi az oka, akkor onnantól kezdve tudom, hogyha valaki ilyen okot gyárt, akkor annak az lesz a következménye. Oké? Okay. Na most ezt odafönt tökéletesen tudják, hogy minek mi lesz a következménye. És amikor a fentiek azt látják, hogy az emberiség egy olyan szakaszába ért, hogy annak a következménye nem kívánatos, akkor fogják, mint eddig már 6-szor, kiírtják az emberiséget. Világos voltam? És ezt, ha végig gondolod, teljesen logikus. Tehát, ami azt jelenti, hogy miért ne írtanák ki, hiszen a lélek, lelkünk halhatatlan, a lelkeket csak össze kell gyűjteni, és utána lehet újból elindítani őket a nulláról. Világos? Mint amit eddig megcsináltak, már 7-szer. Hát ez a 7., tehát 7-szer csinálták meg. Jó? Tehát nagyon egyszerű a dolog. Tehát ők pontosan tudják, hogy az emberiségnek milyen szintre kell ahhoz eljutni, hogy mehet tovább, vagy na itt szabunk gátot, és megállítjuk az egészet. Érted? Mint amit már eddig 6-szor csináltam. Csak hogy tiszta, világos legyen. Nem kell ebbe hinni, én meg tudom, hogy így van. Jó? Az, hogy te mit hiszel, ennyit se érdekel engem, jó? Maradjunk ennyibe. Jó? Az a te dolgod, hogy te mit hiszel. Hiszel, amit akarsz. Nekem aztán tök mindegy, hogy te mit hiszel. Én ezt tudom, hogy ez így van, és ha végig gondolod, ha egy kicsit is tudsz logikusan gondolkodni, és esetleg visszahallgatod majd ezt az előadásomat, ha nem jegyeztél meg kellőképpen minden, akkor rájussz arra, hogy egy tök logikus dolgokról beszéltem. Jó? Tehát mondom, ez az alapja az egésznek, hogy értelmes lénye, nem kísérleteznek úgy, hogy ne az egyik legfontosabb szabály legyen az,
hogy az az élőlény, amivel kísérleteznek, az túl kell, hogy éljen. Érted? Tehát túléljen. Ha nem él túl, akkor az a kísérlet sikertelen. Oké? És új kísérletet kell indítani. Világos? Minden esetben. És ezt megcsinálták az elmúlt másfél millió év alatt. Megcsinálták 6-szor. Oké? Hogy megszüntették az előzőt, és lett egy új. Megszüntették az előzőt, lett egy új. Oké? Tehát ha valaki azt gondolja, hogy csak a fentiektől függ minden, mint gondolják a vallásosok, vagy gondolják az anyagi világban zárt emberek, hogy tőlünk függnek a dolgok, vagy vannak olyan nagyon alacsony szinten lévők, akik azt gondolják, hogy minden a véletlentől függ. Na, olyan is van, hogy semmi nem megszervezett, minden a véletlenre épül. Jó, ők a nagyon alacsony lelki szinten működő. Meg is mutatom, milyen lelki szinten működhetnek az emberek. Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. Itt van. Van 7 lelki szint. Általában az itt lévők, akik a túlélésért küzdenek, túlélés lelki szintjén vannak, ők gondolják azt, hogy semmi nem függ tőlük, istenek nincsenek, tőlük se függ ezáltal semmi. Minden a szerencsére, a véletlenre épül. Minden. Oké? És azért vannak ezen a szinten, mert így gondolkodnak. Oké? Ezért vannak ezen a szinten, mert így gondolkodnak. Tehát ami azt jelenti, hogy annál magasabb lelki szinten van az egyén, minél jobban gondolkodik. Oké? Minél magasabb szinten gondolkodik. Tehát a lelki szintünk a gondolkodásunktól függ, nem mástól. Oké? Hiszen a gondolkodásunk alapján cselekszünk is. Oké? Tehát azok, akik a biztonság lelki szintjén vannak, ők már hisznek abban, hogy tőlünk függnek dolgok emberektől. De itt még mindig az a baj, hogy nem tudják azt, hogy nem csak tőlünk függnek dolgok, érted? Hanem függnek a velünk kísérletezőktől is dolgok, érted? Hát magától az emberiség nem lesz magasabb. Változott 50 év alatt, mit tudom én, 10-valány centit nőtt az átlag magasság, érted? Hol látsz olyat, hogy beavatkozás nélkül valamelyik állatfaj az elkezdett nagyobb lenni? 50 év alatt. Hol látsz ilyet, drága barátom? Sehol. Érted? Nincs ilyen. A rókák ugyanakkorák, mint voltak. Érted? Nyulak ugyanakkorák, mint voltak. A kutyák ugyanakkorák, mint voltak. Nem változott. Nincs külső beavatkozás, nincs méretváltozás. Elhiszed azt, hogy beavatkozás nélkül nő az emberek magassága, akkor te nagyon tudatlan vagy. És kik avatkoznak be? Édesanyukádba beavatkozott valaki kívülről, ember? Nem. Ember nem tud beavatkozni. Hála Istennek, hogy ők nem avatkoznak még, de bár abba is akarnak beavatkozni. Oké? Tehát azért növünk, mert beavatkoznak, érted? Beavatkoznak. Az, hogy te nem tudsz róla, az egy dolog. Jó? Tehát aki mondjuk túl tud lépni azon, hogy majd ő egyedül mindent megold,
Mert ennek a kettes gondolkodásnak ugye nem csak az van, hogy mi emberek oldunk meg dolgokat, hanem hogy majd én magam megoldok. Ez benne van ebben. Hány olyan embert ismersz, aki így működik, így gondolkodik, hogy majd ő egyedül mindent megold. Addig, míg valaki így gondolkodik, marad is ezen a kettes szinten. Kettes lelki szinten. Tehát amikor az ember egy kicsit ezen túllép, tehát tovább fejlődik, akkor jön az, hogy elkezd gondolkodni abban, hogyha én eredményesebb akarok lenni, akkor meg kellene tanulnom együttműködni másokkal. Milyen egyszerű. És azt mondja, hogy hát valamilyen olyan közösségbe kellene tartoznom, aminek van értelme, hogy oda tartoznak. Érted? Ez már egy még magasabb lelki szint, és ezáltal azok, akik így gondolkodnak, azok anyagi szempontból is előrébb vannak. Tehát ha megnézed, legalja az anyagi szinteknek, az egyes, a kettes az egy magasabb, a hármas az egy még magasabb szintje. És most te azt gondolod, ó, hát ez nem így van, mert hát a világ leggazdagabb családjai, azok maguk érték el óriási tévedésben. Egy-egy család, mit tudom én, mondjuk egy Rockefeller család, vagy egy Rothschild család, az dinasztia. Vagy egy Romanov család, dinasztia. Nem három emberből áll, hanem több tízből, vagy több százból. Érted? A rokonság. Amely egy tőről fakad. De összefognak, és együttműködnek, ők mondjuk a Romanov családhoz tartoznak, érted? Vagy a Rothschild családhoz, vagy a Windsor családhoz, vagy a Habsburg családhoz, érted? Ők oda tartoznak. Ráadásul megtanulták azt, hogy hogyan győzzék meg az embereket, hogy működjenek velük együtt. Hiszen, gondold végig, ha holnap az összes ember a világon, aki ezeket a családokat szolgálja, azt mondaná, hogy holnaptól nem szolgálom őket. Akkor egy év múlva már nem lennének gazdagok. Világos? Tehát ők azért tudnak gazdagok lenni, mert milliók szolgálják őket. Mondok egy példát. Te keresel 100 forintot, van ennyi jövedelmed. Tehát minden 100 forint után, nem is tudom, 1-2 forintot, vagy 3 forintot, nem is tudom mennyi, megkap a Rothschild család. Itt Magyarországon. Jó? És az ott például az oroszok pénzt keresnek Oroszországba, akkor mit tudom én, hány rubel, maradjunk átszámítva 100 forintot, abból a Romanov család kap. Világos? Egy kis mennyisége. Mindenféleképpen. És ez szépen így van. Amerikában mondjuk a Rockefeller család kap. Érted? Stb. Stb. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy azért, mert ezt meg tudták csinálni, érted? Létre tudták hozni az évszázadok során. Hát gondold végig, mit tudom én, mondjuk a Romanov család most jött létre? Tehogy is, vagy a Windsor család most jött létre? Vagy a Rockefeller család most jött létre 100 éven belül? Vagy a Rothschild család? Egyik sem. Habsburg család? Ők is itt vannak ebben a 13 családban. Ő most jöttek létre? Egyik se. Évszázadok óta megvannak. Oké?
évszázadok óta építik a birodalmukat. És hogy tudták felépíteni? Hogy az emberek szolgálják őket. Világos? Jó, szóval ez egy anyagi szempontból is magasabb helyzet, amikor az emberek együttműködnek, nyilván együtt sokkal nagyobb eredményt lehet elérni, mint egyedül. De hát vannak olyan emberek, akik csak saját magukba bíznak, másokban nem tudnak. Jó? Nem megyünk tovább a lelki szinteken, mert már sokszor beszéltem róla, hanem ránéztem az órára, és igaz, hogy később kezdtem, és azért elnézést kérek így utólag, de megbolondult a technika, de hogy mitől, azt nem tudom. Mindegy. És hát lényeg az, hogy mivel is foglalkozunk, nézzük meg röviden. Jó? Tehát ha te látod, nem látod, mi viszont észrevettük, hogy az emberek azok butulnak. Tehát az emberek nagy része az butul. Tehát egy elbutulás van itt a bolygónkon. És hát ezt az elbutulást ezt meg kellene állítani, mert ez úgy működik, hogy az elbutulás következménye a helytelen cselekvés, aminek a következménye a rosszabb élet. És ez minden szinten így működik. Minél butább egy ember, annál több bajt és gondot okoz. És gondold végig, hogy milyen lesz a jövőnk, gyerekeink jövője, a fiatalok jövője. Aktívan nem teszünk azért, hogy legyen egy jobb világunk. Mert ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a gonoszok azok nem fognak jót tenni. Tehát egyszerűen eszesebbé kell tenni az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ elérésére. És ez az emberiség 80%-a. A 20%-at, ha megfeszülünk, sem fogjuk tudni eszesebbé tenni. Mert az elnyomók, azoknak ellensége az emberek fejlődése. Oké? Tehát ők éppen nem akarják, hogy az emberek fejlődjenek, meg az sem, hogy ők fejlődjenek. Jó? Tehát itt a 80%-ról beszélhetünk. Ez akárhogy nézzük, 6,5 milliárd ember. Mert ha a jó emberek továbbra sem tesznek semmit, vitathatatlan, hogy egyre rosszabb és rosszabb világunk lesz. Tehát mit jelent a jobb világgal? Az emberek fejlődhetnek azért, hogy minél hamarabb szeretetben, egészségesen, elismerésben, szabadon és anyagilag függetlenül élhessenek. Tehát eszesebbnek kell lenni ahhoz, hogy ne romoljon, hanem javuljon az emberek élete. Tehát nézzük meg, mit is teszünk. Rendszeresen tartunk ember és életjobbító képzéseket, és ezzel eszesebbé tesszük az embereket. Minden szerdán és minden vasárnap. Nincs nyári szünet, nincs téli szünet, semmi nincs. Ha pont szerdára vagy vasárnapja jön ki a karácsony, vagy a szilveszter, akkor átrakjuk egy másik napra. Különben semmi más nem befolyásol minket. Tehát nekünk van egy küldetésünk, magyaroknak, a tudás népe vagyunk, csak erről nem tudunk, újra kezd létrehozni a tudás népét. Tehát nem arról szól a történet, hogy te akarsz-e itt vagy máshol tanulni, vagy sem? Hanem arról szól, hogy eszesebbé kell tenni az embereket. Hogy létrejössen egy jobb emberek által
egy szeretett bolygó. És azt körülnézel a világban, csak velünk lehet megcsinálni. Mert csak a PPH-nál van meg ehhez az előélet, a tudás, a tapasztalat, a módszer, a segítség, az emberek és az etika. Tedd magad jobbá, hogy jobbá tehess másokat. Tehát ha egy ember mondjuk él egy családban, és ő maga egyedül akar fejlődni, és a környezetéért nem tesz, hogy ők is fejlődjenek, akkor nem fog tudni fejlődni. Mert a többiek fogva a körömmel húzzák majd vissza. De szó szerint értsétek ezt. Az elbutulás miatt most az emberiség, mondhatjuk azt, hogy a saját pusztulása felé alatt. Tehát a tudással lehet megmenteni az embereket. Megmentjük az embereket. A proféciák szerint a magasabb rendű tudás ez idő tájt a Kárpát-medencéből kiindulva jut el az emberiség számára. És ha te is jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenni azért, hogy szabad, boldog életed legyen, és hogy jobb világunk lehessen. És ne szolga legyen. Ez minden embernek törekednie kell a szellem és a lelki fejlődésre, mert mindenkinek ez a földi küldetése. Jó, és itt van a 7 szint. Jó, és ebben már nem megyünk bele. Tehát az azt jelenti, hogy azért születtél, hogy beteljesítsd a küldetésedet, és elérd a 7. lelki szintet azáltal, hogy beteljesíted a küldetésedet. Az, hogy mi a küldetésed, itt tanuljuk. Egyébként körülbelül egy PPH-s neked, aki ezt már tanulta, 5 percen belül el tudja mondani, hogy mi a küldetésed. Jó? Úgyhogy várunk benneteket szeretettel, egy olyan, hát azt még előveszem nektek. Ez nem az. Itt van. 30 órás a havi képzésünk. Igénybe vehetett személyesen a helyszínen, vagy élőben, az interneten keresztül, tévén, vagy rádión, illetve videó, vagy hangfelvételről. Továbbá le is töltheted. Coach képzéseink értéke az életben felbecsülhetetlen, piaci értéke havonta 200 ezer forint. Viszont amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első vagy indulási, és egy 12.500 forintos nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tandíjaid árának fenntartását is. Jó? Úgyhogy ha te úgy látod, hogy érdekesnek tűntek ezek a dolgok, most éppen egészségteremtő coachképzésünk van. Ennek a 6. hónapjában vagyunk, 5. bocsánat, 5. hónapot most kezdjük. Ma kezdjük az 5. hónapot. Körforgásosan mennek a képzések. Van 25 nagy témánk. Ez az egy téma indul most az 5. hónapban. Úgyhogy akkor kezd el kalkulálni, vagy számolgatni, hogy vajon akkor hány hónap a képzés. Ja? Jó, tehát 25 témánk van, abból egy az egészségteremtő coach. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Jó, egyébként eredendően ugye azt jelenteni, hogy edző. Jó, tehát várunk szeretettel, ha úgy látod, hogy érdekes a dolog, akkor második részt a coach képzésünkbe betekinthetsz, ami egy teljesen másfajta képzés. A coach képzések módszereket is adnak, az első részben módszereket nem fogsz kapni, csak információkat.
Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk most 30 perc szünetet, szeretlek benneteket, sziasztok!